A fürdőszoba egy lakás legintimebb helyisége, amelyben az esztétika épp úgy szerepet kap, mint bármely más szobában. Utána jártunk, hogy mik a fürdőszoba trendek 2017-ben. A legtrendibb burkolólapok manapság ugye a kőhatású burkolatok, illetve minden mellett megjelent a piacon a fa erezet utánzása, ami azt jelenti, hogy szinte olyan kőporcelán lapokat tudnak már gyártani, ami ránézéssel megegyezik egy valódi fának a mintájával. Ettől függetlenül nagyon praktikusak és trendiek a nagyméretű burkolatok, akár egy kisebb fürdőszobában is elhelyezhetők ez, hogyha jól kiválasztjuk ezeket a típusokat. Manapság a szürke szín a legtrendibb és egyre népszerűbbek a nagyméretű csempék, melyek jól megválasztva a kisebb helyiségekben is jól érvényesülnek, nem szűkítik a teret. A zuhanyzóknál egyre gyakoribb, hogy épített zuhanyfülkét alakítanak ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nincs zuhanytálca, csak egy úgynevezett vonalmenti vízelvezetés a padlólapokba építve. A zuhanytálcák, mintha kezdenek picit háttérbe szorulni, és inkább az épített zuhanykabin vette át ezeknek a szerepét. A mostani trendeknél ugye nagyon-nagyon felkapottak ugye a vízelvezető rendszerek, ami azt jelenti, hogy nem azt kell elképzelnünk, amit egy pár évvel ezelőtt, hogy egy beépített zuhanytálcát van állunk és úgy zuhanyzunk, hanem ez egy kiburkolt padló és egy vízelvezető rendszer van beépítve, ami pontosan megakadályozza azt, hogy a elhasznált víz a zuhany, épített zuhanyon kívül essen. Mosdógajlóknál azt látja az utóbbi időben, hogy szinte kizárólag egybeépítik a szekrényt a mosdókagylóval, akkor ez trendnek mondható. Mai divat szerint legtöbben ugye vízelvezető folyókát építenek be, ami azt jelenti, hogy nem úgy néz ki, mint pár évvel ezelőtt, hogy egy épített zuhanytálcában állunk és zuhanyzunk, hanem ugye egy szépen kiburkolt padló van, ahova beépítik ezt a zuhany folyókát, ami igény szerint lehet változtatni, akár a felső részét, ami egy rozsdamentes burkolat. Nagyon könnyen tisztítható, nagyon esztétikus, és minden mellé ugye többféle funkciót is tudunk választani, mint például akár egy épített zuhanyfalat tudunk építeni hozzá, amit ugye leburkolunk, vagy tudunk választani egy edzetüvegből készült zuhanyfalat is. Trendivé varázsolhatjuk a fürdőszobát például szabadon álló fürdőkáddal, vagy bútorra helyezhető mosdótállal. Csaptelepek tekintetében pedig falba rejtett változatokkal, melyek ma már termosztatikusak. A beépített WC tartályok esetében két forradalmi újítás van. Az egyik az, amikor egy beépített ventilátor van a WC tartályban, ami a kellemetlen szagokat ugye a mellékenységen kívülre fújja. A másik újítás az, amikor egy aktív szűrővel rendelkezik a WC tartály, és megszűri a kellemetlen szagoktól ugye a belső levegőt.